A Csóri Sándor Társaság meghívására érkezett Székesfehérvárra Csévarga István József Attila Díjas irodalomtörténész, az ELTE Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott professzora. A találkozó apropója az volt, hogy a Szent István Művelődési Házban mutatták be Bakonyi István moderálásával a Hagyatékból örökség, Bencés tanáraim, példaképeim, diáktársaim című a közelmúltban megjelent könyvét. Gyönyörűséges eszényelven val a bencés hagyományról, a bencés történetről, ami a magyar történetnek a szerves része, és olyan kiválóságokról, mint Nádasi Alfonz vagy Jáki Sándor Teodóz, akik a tanárai voltak, de közben a kortársak közül is portrérajzol Korzenszky Rihárdról, vagy éppen a korán elhunyt kiváló költőről, Nagy Gáspárról. Azt hiszem, hogy rendkívül fontos ez az emlékállítás, ez a tisztelettevés, ami a múlthoz kötődik, de olyan múlthoz, ami a jelenben is rendkívül fontos. A kötetben a bencésen történetét áttekintve a professzor megerősíti, hogy a bencések egy évezreden át nem csak a világra nyitottak ablakot, hanem ahogy ő fogalmaz, kilátót, kétirányú ajtót, kaput is jelentettek a magyarság számára. Az olvasók elmélyülve Csévarga István gondolataiban megérthetik, hogy a bencésrend szellemisége keresztény, római, katolikus, egyetemes, magyar és európai. A számadó kötet, hálaadó kötet. 77. évemet betöltve mondhatom, hogy az a hálaérzés, hogy a tanáraimnak a kultúra jegyében, amelynek része a küzdelem a felejtés ellen, és a hálaadás azért, amit kaptam, és az a jó érzés, hogy valamit visszaadok, megosztok másokkal is. És ennek a lényege az, hogy a Magyarországon több mint 1000 éves tanítórend bencések iskolájába járhattam, hogy megalapozták a tudásomat, hogy az ismeretekből tudás lett. A bensőséges hangulatú találkozón a beszélgetés nyomán megérthettük azt is, mi mindent köszönhet a hit és a kultúra a bencéseknek, akik mindenkor a teljesség igényével munkálkodtak az emberért.